Andamiszt elfogta az ellenséges perzsa sereg. Rögtön jelentkezett a perzsa vezérnél a háttársa Amizok. Megkérdezte, mit kérsz a társam életért cserébe? Erre gondolta a vezér, hát biztos majd valamit próbál elsunyogni Amizok. Nem. Amizok megkérdezte, és azt felelte a perzsa vezér. A te szemed világát, gondolta, hogy egy nagyot mondott. És nagyon meglepődött, mikor ezt a kérést, ezt a kitételt gondolkodás nélkül teljesítette Amizok. És így a frissen megvakított társát, a kiszabadult Dandamis vitte át hátán a zajló folyón a saját táborukba. De nem volt hiába való a vér vagy szemáldozat, mert elgondolkozott a perzsa vezér, hogyha két szkíta harcos ilyen vitézségre képes, akkor vajon mi történne, ha egy egész sereggel kerülnének szembe? Így aztán megijedtek, behúzták fülüket, farkukat, és eltakarodtak a szkíták földjéről. Úgyhogy ennek a csodálatos tettnek és barátságnak állítunk emléket a következő dallal. Mi más lehetne a címe, mint az, hogy válvetve.
És a Ricsiből kaphatnék kicsit többet, már a billentyűből meg az énekből. A következő dalunk Föld anyáért szól, akit az ember rettenetesen kizsákmányol, és ő mégis megtart minket a hátán. Bye.
testünk. Miénk lehet minden áldás, minden, mit az ég se fúj. Na-na-na-na. Kezek! Ki szeretné látni a kezeket? Bizony szeretnénk földanyánkat, ha gyerekeink, unokáink is ilyen gyönyörű zöldnek, kéknek látnak, és mondjuk nem minden feketében, és összekötve gépekkel, becsippelve, beoltásozva, úgyhogy ezért született ez a dal, hogy ébredjünk ezen a szinten is. És komolyan mondom, hogy én úgy hirdettem ezt a mai rendezvényt, hogy ez nem egy díszmagyarkodás, nem egy megemlékezés szimplán, hanem ha nem térünk vissza ahhoz, amit őseink képviseltek, azt a gondolatiságot, azt a világot, akkor bizony megyünk a levesbe, és ez nem fenyegetőzés, hanem előrelátás. Mert nagyon fontos, hogy komolyan vegyük, és nem azért jövünk ide ki, hogy előadásokat hallgassunk, hanem hogy szervezzük magunkat meg, és összejöjjünk. Tehát nagyon fontos, tudjátok, hogy miért mondom, hogy itt nem arról szól, hogy zavar-e a másik, vagy a szomszéd, vagy valaki. Persze, nyilván adjuk meg a tiszteletet az előadóknak, hanem nagyon fontos, hogy mi egymásra találjunk, és így lépjünk tovább egy szebb világba, hozzuk vissza, ahol majd újra látni fogjuk, hogy milyen gyönyörű ez a föld. De azt hiszem, hogy még nem az jön. Most a te dalod jön. Igen, most az én dalom jön, ami arról a bizonyos körforgásról szól, amikor odaát megtervezzük az életünket, és kiválasztjuk egymást, hogy te ez leszel, te az leszel, te a testvérem leszel, te a barátom leszel, te a szeretőm leszel, te az ellenségem leszel. Le kell szülessek egy új történetet írni. Ki játssza el, mit itt most megtervezek. Segítsetek, hogy a sorsom meg tudjam élni. És én is megteszem ugyanezt, értetek?
Legyetek egy út, ami járhatnak, legyetek egy név, amit áthatnak, legyetek a tűz, ami védelmez, legyetek egy hallam az élethez. Legyetek a csend, ami élményt ad, szép hajla, ami felvirrad, legyetek a dal, ami égig emel, szívből lett és fél leszel. Barátom, akarsz-e ezt érzünként leszületni? Leszel el a fény, mely kivezet a pokolból? Akarod a fáradt lelkem néha vállatra venni? Felemész-e a mocsokból? Legyetek egy emlék a fényhondból, legyetek egy csillag az égboltról, legyetek a víz, ami megtisztít, legyetek a vágy, ami legyetek a szív, ami megdobban, legyetek a láng, ami fellobban, legyetek a kéj, ami égig emel, hisz fényből lett és fény leszel. Akarsz a szerelmes játszótársam kint leszületni? Akarod-e megélni veled a végtelen? Akarsz a szelíd szenvedélyek tüzében égni? Akarsz-e játszani védős védtelen? Legyetek egy út, ami járhatnak, legyetek egy nyíl, amit áthatnak, legyetek a tűz, ami védelmez, legyetek egy dallam az élethez. Legyetek a szív, ami megdobban, legyetek a láng, ami fellobban, legyetek a tűz, ami ígig emel, és fényből lett és fény leszel. Akarsz-e mond, a gyermekem kék leszületni? Hogy éri a hassak neked mindent, amit lehet? Akarod-e fáradt lelked néha vállamra tenni? Akarod-e elfogadni tőlem az életet? Legyetek a válasz az érzésre, legyetek felelek a kérdésre, legyetek a zúgó fényérvény, nincs ítélet, nincs törvény. Legyetek a szent, ami élményt ad, szép hajra, ami felvirrad, legyetek a dal, ami így emel, hisz színből lett és fény leszel. Le kell szülessen egy új történetet írni. Ki játsza el, mit itt most megtervezel? Segítsetek, hogy a sorsunk meg tudja élni. S én is megteszem, ugyanezt értetek. Segítsetek, hogy a sorsom meg tudjam élni, s én is megteszem, ugyanezt értetek. Köszönjük! Köszönjük! Szia!
Váratlanul nem adom fel a Richards billentyűjéből, meg a Flóra énekeiből szeretnék ide, hogyha lehetnék többet. Köszönöm. És én is kérek szépen az alsó szintiből ide. És most miért jöttünk ma össze? 907 áldás havában, Árpád és serege a háromszoros túlerővel szemben eredményesen védte meg a Kárpát hazát. Herceg Ferenc Pilis kutató barátom időtlen idők óta szervezi minden évben a győzelem napját. Most is július 7-én, pontosan este 7 óra 7 perctől lesz a második befejező fejezete a pozsonyi csata megemlékezésnek pár méterrel arrébb a Hősök terén, ahol rengeteg előadás, zene és sok-sok olyan hasznos dolog hangzik el, amiből tudjuk építeni a jövőnket. Itt ül még körünkben Herceg Ferenc, aki erre tette az életét, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt teszed értünk, az emberiségért. És köszönjük külön az Üllő vezércsapatnak és Pálosi Attila barátunknak, hogy saját családi kasszából évről évre megszervezik ezt a csodálatos ünnepet, amit már említettem, hogy mi lenne az igazi célja. És ugye már 16-ban fel akarták terjeszteni, vagy 17-ben talán állami ünnepé, de természetesen ezt elutasították, pedig Amerikában tanítják ezt a katonai egyetemeken, főiskolákon, hogy a pozsonyi csatát hogyan vívták meg őseink. És mi nem a csatát istenítjük, hanem azt a hősies helytállást, amivel őseink és hőseink még rendelkeztek. A mai magyar ember, meg nézzük meg, na mindegy. Szóval a jóra koncentráljunk, jóra összpontosítsunk. Tehát következzék egy emlékdal a pozsonyi hősök tiszteletére, a pozsonyi csata hőseinek tiszteletére. Bajor uralkodó rendelet. Dekretum, ugrosz eliminálós rész. Elrendeljük a magyarok kiirtassanak. Kilencszázhét áldás hava. Csatába indult Európa hada. Magyarok ellen összefogta a hang. Erővel jöttek, hogy pusztítsanak. Meleg vizek, irodalmak. Pozsonynál érve folyt a csata. Nap, Magyar hazát!
Szépen. A következő dal pedig az a, szoktam viccelődni, az a címe ugye, hogy látni szeretnék, mondom Gábornak, én is. De a hülyeséget félretéve egyébként látni szeretnénk a gyermekeinket, az unokáinkat felnőni. Látni szeretnénk kis hazánk földjét, hogyan teremt újra békét. Erről szóljon a következő dal. Látni szeretném! Thank you.
nem járt, ha adtatok Flórát, most kértem meg a fellépés előtt, hogy áriázzon a végére, mert ez nagyon ért Nightwish, meg az őskelt, a dallamok, meg a rock opera, rock musical nagyon közel áll hozzá, úgyhogy szeretettel üdvözöljük az Operaház fantomját, csak kicsit szebb. Megvan az új beceneved. Keresztapád, Don Gabriele Budai. A család összetart. Erről szól a következő dal, már férfi és a női minőséget, azt még a családban is meg kell tartani. De most a hülyeséget félretéve egyébként. Az ősi szakralitásban a férfi minősége a nap, a női minőség a hold. És szeretnénk, hogy a női minőség újra a régi fényében tündökölhessen. Ezért írta Gábor ezt a dalt. De mielőtt eljátsszuk, szeretném megköszönni a szervezőknek a meghívást. Egy nagy tapsot mindenkinek! Szeretném megköszönni Veres Csabinak és barátainak a pazar hangosítást. Tudjátok, egy ilyen fesztivál nélkülük nem valósulhatna meg. És engedjétek meg, hogy bemutassam a barátaimat. A csapat tündére, angyalkája, újdonsült énekesnője, Barta Flóra Nimril! Hátul a doboknál a zenekar szívcsakrája, Gulyás Zsolt! Szóló gitáron az ember, aki kitalálta ezt az egész történetet, a dalok szerzője, az egység parancsnok, a főnök, Budai Gábor! Barátok, ez az életben háztársunk. Bár vak, de nem világtalan, gyönyörű belső világa van. Szepesi Riád Ricsos! Lássuk a kezeket, hely! Lépjünk át a régi földre, jöjjön újra mi volt. Férfi és nő él egy lényeként, bennünk meg a hold. Édenkertben, fényebőben szeretett mindenhol. Békében együtt, mint aki él. Bennünk ragyog a hold! Tündér volt én a lelkünkben, mágus vére a szívünkben. Álmunk az ében, lángok a cél, újra ragyog a hold! Térjünk vissza az ős időbe, hogy tisztán csendül a szó. Ismét értjük egymás nyelvét, újra ragyog a hold. Fényűvőjben zengő ciprus hangja értünk szó. Rajtunk áll, hogy lesz-e még éden, hogy újra ragyog a hold. Mire a szívünkben, álmok az ében, lángok a cél, újra ragyog a hold. Tündér múltél a lelkünkben, mágus mire a szívünkben, álmok az ében, lángok a cél, újra ragyog a hold. Lépjünk át a régi földre, jöjjön újra mi volt. Férfi és nő él egy lényeként,
valahol. Végül-végben zengő cégus hangja értünk szól. Rajtunk áll, hogy lesz, ami éven, hogy újra ragyog a hol. Kintér múlt él a lelkünkben, bádos vére szívünkben. Álmunk az éjben, látok a szót, újra ragyog a hol. Kintér múlt él a lelkünkben, bádos vére szívünkben. Ujjás Zsolt dobok! Ha lenne hangom, akkor mondanám, Ujjás Zsolt dobok! Tepesi Ricsot billentyű, Timi az a farka flóra, ének! Kintér múlt él a lelkünkben, mágus vére a szívünkben. Elmúlt az éjben, látok a csót, újra ragyog a hold. Kintér múlt él a lelkünkben, mágus vére a szívünkben. Elmúlt az éjben, látok a csót, újra ragyog a hold. Kintér múlt él a lelkünkben, mágus vére a szívünkben. Kintér múlt él a lelkünkben, bágus vére a szívünkben. Álmok az éjben, lángok a csőr, újra ragyog a, újra ragyog a, újra ragyog a hó. Hey! Kintér múlt a mágus vére, magyarok, ébresztő! Mikor értük meg, hogy nincs még vége annak, amit elkezdtek? És ha nem állunk össze, mint a tej, nem úgy, mint a tej, nem úgy, mint a savanyú tej, remélem. Ha nem állunk össze, akkor, na nem mindegy, nem mondom, hogy mi lesz, gondolhatják. De hogy nehez legyen újra egy fohász arról, hogy legyen úgy, mint régen volt, és ezzel szeretnénk is elbúcsúzni. Tolcsvai Béla bátyám, akit szintén nagyon szeretek, igazi bölcs tünde ember, ugyanúgy, mint Feri barátunk, Ferenc barátunk, meg mint Nyers Csaba, meg még sokan, akik itt vannak. Ő engedte, hogy írjunk rá harmóniákat. Egy ősi magyar, egy ősi hun, vagy ki tudja még milyen időkből, a tünde időkből, egy fohász, hogy legyen úgy, mint régen volt, nem 56 előtt, és nem, hanem jóval, jóval, jóval előbb. Amikor még a tündérek, ugye Tündérország, Erdélyország, tündérek tanították az embereket minden szépre, minden jóra, hogyan éljenek harmóniában földanyánkkal és a többi. És az emberek egy idő után elfordultak tőle, hiszen vagy a tündérektől, hiszen inkább érdekelte őket az arany, mint az arány. Úgyhogy ehhez az időkhöz szeretnénk visszatérni, azt az óhajunkat fejezzük ki ezzel a dallal, tehát hogy legyen úgy, mint akkor nagyon-nagyon régen volt. Legyen úgy, mint régen
Hogy ne legyen a magyarnak, hogy ne legyen a magyarnak sem tolmányán, sem jó hírén, sem újból. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne ártson a magyarnak, hogy ne ártson a magyarnak sem a Duna, sem a Tisza, sem az mindenkit, mindenki gondolja végig a jövőt, és azt szerint döntsön. És nagyon szépen köszönjük, hogy meghívtatok minket, Üllővezérek, és Attila, és a többi szervező, és mindenki, aki tett valamit, letett az asztalra, tényleg felemelő érzés itt lenni. Fel tudjuk venni a kapcsolatot, ha valaki szeretne minket viszont látni rendezvényeken, az egysegzenekar@gmail.com, ez az e-mail cím. Nagyon fontos, hogy a jó magyar helyesírás szerint írjuk, tehát egysegzenekar, egy g-vel, @gmail.com, illetve a Facebookon is van egy oldal, ahol már rendszeresen felrakjuk, hogy hová megyünk, éppen egységzenekar kedvelőinek klubja, érdemes ott jelentkezni. Köszönjük a hangosítást, köszönjük Mártának az élőképet, az Üllővezéreknek is. Nagyon örülök, hogy itt lehettünk. Mi velünk legközelebb július 14-én a Szitja Fesztiválon tudtok találkozni, az pénteki nap délután 5 órakor lesz, illetve minden valószínűség szerint elég sűrűn lesz a nyár, további része leszünk a Magyarok Országos Gyűlésén, illetve majd még elég sok helyen lesz egy lovas áldás ünnep is szeptember első szombatján Gombán. Úgyhogy így fejből most nem tudom összeszedni, de nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok, és nagyon köszönjük a Csengődi családnak is, hogy így mindig odafigyelnek ránk, és ilyen nagy szeretettel fogadnak. Köszönjük! Mi is nagyon szépen köszönjük a Üllővezér Hagyományőrző Egyesület nevében, és hát magam nevében is, hogy az egységzenekarra mindig számíthatunk, és mindig velünk vannak. És akkor most... Azt szeretném elmondani, hogy